Kultúrájuk és nemzeti identitásuk megőrzését kérik a Székelyföldön kisebbségben élő románok. A Kovászna-Hargita és Maros megyei románok civil fóruma erre vonatkozóan egy memorandumot is elfogadott, amelyet az Európai Bizottságnak is el akarnak küldeni. Úgy vélik, Hargita és Kovászna megyében hátrányos megkülönböztetés éri a román kisebbséget, mind a helyi politikában, mind a sajtóban, és nincs módjuk kifejezni elégedetlenségüket. A résztvevők az államelnöki hivatalt, a parlamentet és a kormányt is felszólították egy olyan stratégia kidolgozására, amely a kisebbségben lévő közösségeket segíti, illetve megállítja a Kovászna és Hargita megyei románok tömeges kivándorlását.